Semmi sem tart örökké, de nagyon nem könnyű a jelenlegi helyzet. Koronavírus, járvány, világszerte mindenütt. Azt ugye már reméljük, már mindenki tudja, hogy mit tehetünk a fizikai egészségünk érdekében. Nagyon sok kézmosás, távolságtartás, a kapcsolatok pici megszakítása, hogy később aztán majd ezeket feléleszthessük. De hát mit tehetünk a mentális? A lelkünk védelmében. A lelkünk védelmében. Ezt kérdezzük dr. Bagdi Emőkétől. Jó reggelt kívánunk, doktornő! Jó reggelt kívánok! Bizony itt már szakad a hó Kapi utcában. Jó reggelt, Emőke, és boldog névnapot és boldog kívánunk. Névnapot, doktor, először is. Köszönöm szépen én is minden Emőkének, és egyáltalán mindenkinek nagyon szép jó reggelt kívánok. És ne essünk kétségbe, mert most ugyanabba a hajóba utazunk, most mindenkit egyformán sújt az a helyzet, ami van, és hát nagyon fontos üzenet, hogy csak picikét szorongjunk. Azt hogy tudjuk megcsinálni, doktornő, hogy csak picikét szorongunk? Azért vannak itt tényezők. Na most ezt szeretném pont elmondani, hogy ez a picike szorongás milyen bölcs dolog, mert a szorongás nem egyféle. Van egy picike szorongás, ami arra jó, hogy egy picikét megijedünk, jaj, valamit tenni kell. Ezért ezt a szorongást nevezük vészcsengő szorongásnak. És amikor ezt észreveszünk, akkor nagyon okosan rögtön tudjuk, kész, itt van a stressz, rossz stressz, és akkor bekapcsoljuk az eszünket, mert tudjuk, megtanuljuk, hogy mit kell ilyenkor tenni. Nagyon pontos stressz törvények vannak. Az első ugye az, hogy üs vagy hús, tudjuk, hogy nem tudjuk csinálni. Elfutni se tudunk, menekülni nem tudunk, kész, ebbe a helyzetbe vagyunk. Most ez konkrétan a koronavírus közös probléma helyzetére, vagy sújtott helyzetére tegyük rá. Itt vagyunk mindnyájan ugyanabban a vészcsengő szorongásban. Uh-huh. Ne legyen több, és ne maradjon nálunk a szorongás, mert ha megszokja, hogy bennlakik a testünkben, bejáródnak nagyon az útjai, és nagyon szeret bolyongani a testben. Tehát legjobb, hogy amikor észreveszünk, hogy jön a vészcsengő, akkor azt mondjuk, akkor most egy mérleget képzelünk magunk elé, a mérleg egyik serpenyőjén ott van az a bizonyos szorongás, a másik serpenyőjén meg ott van, a másik oldal az EU stressz, a pozitív, a jó stressz. Na most akkor elért minket a szorongás, vészcsengőt tudomásul vettük, mit teszünk, megküzdünk, hogyan. Hogy az első számú stressz törvény az, az üs vagy fuss után, amit már úgyse tudunk teljesíteni, hogy a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalan, de ezt akkor véssük be a fejünkbe. Biztos rossz. Na most azt is tudjuk most már. Már mindképpen vagyunk, a koronavírus az, ami a mindünknek az ellensége. Következő feladat, megküzdés. A megküzdésben vannak útjaink, hát mi nők egy picit érzelmi természetű megküzdésre hajlunk, hogy előbb picit bepánikolunk, vagy jobban félünk, vagy családunkat jobban féltjük. A férfiak is természetesen, csak náluk az úgynevezett probléma központú, agyaló típusú, na most mit csináljunk? Ez a fajta kapcsolási mechanizmus a gyakoribb. És akkor mi az, amit most minden férfitől kérünk, és mindenkitől is egyébként kérünk, nőtársaimtól is kérem, hogy akkor most fogjunk össze, mert a férfiak most kiagyalják, hogy ebben a helyzetben, például otthon most mit tehetünk, be vagyunk zárva, mit tehetünk ebben a helyzetben. És akkor úgy van, hogy leszerelni azt a nagyon magas feszültséget, ami ott van ugye a mérlegnek az egyik serpenyőjén, hogyan. És akkor szeretném azt mondani, hogy nagy szerencse, hogy van egy közös lépés lehetőségünk, akció, mert ez a következő stressz törvény, hogy ne maradjon a félelem, szorongás ott azon a serpenyőnek a bal oldalán, és ne hatalmasodjon el, ahhoz nagyon fontos az, hogy akcióba lépjünk, ez lehet fizikai természetű, tehát mindenkit arra kérek, ha nem jut most semmi eszébe, mert a probléma nyomán az esze nem nyílik ki, mert egy picikét most a szorongás miatt debilizálódunk, nem vagyunk annyira okosak, mint máskor, nem baj, de ez hamar elmúlik, de ha elkezdünk akciózni, az mit jelent? Már fizikailag is. Hogy például kicsit mozgunk. Miért? Mert az akció, a mozgás maga azt a fajta stoppolt helyzetet a lelkünkben, a testünkben fizikailag, ami miatt tulajdonképpen a tehetetlenség miatt nem tudunk valamit csinálni, de föl van készülve a szervezetünk, azt le tudjuk vezetni. És akkor itt jók a nagy mozgások, itt jók azok is, és elárulom újra azt a titkot, egyszer mi már erről beszéltünk, hogy kitalálta egy Edmund Jacobson chicagói neurofiziológus, hogy tulajdonképpen, mikor végképp nem tudjuk ellazítani magunkat, mert annyira feszültek vagyunk. Nem baj, akkor ne lazíts, hanem feszíts. És igazolta tudományosan, hogyha feszítjük az izmainkat,
végigveszítjük a test izmait, még ráadásul kitalálta ennek a villámgyors módszerét is, akkor már is azt a feszültséget, ami ártana a szervezetünknek, pszichoszomatikus zavarokat csinálna, szépen tudjuk csökkenteni. De nem mi magunk, hanem azáltal, hogy van a szervezetnek egy saját bölcsessége. Hogyha magas a feszültségszint és ráfeszítek, akkor az izmaim tudják, hogy utána feszítés, utána az a parancs, hogy lazulj el. Tehát bármilyen feszültek vagyunk, hát bocsássanak meg, hát laz, még mégis feszíteni azért még mindig tudunk, és majd lazítani okos szervezetünk. Tehát fizikai aktivitás, ez lesz az első lépés. Kérem, feszítsék végig testük izmait, és akármilyen szorongó feszült állapotban vannak, párszor ezt csinálják meg. De a villámrelaxációban az a törvény, hogy föntről kezdjük, és a két kar, aztán a láb végig, és jól kihúzzuk magunkat, majd pedig egy nagy sóhajjal kiengedjük a levegőt. Kérem, próbálják ki otthon. Most azért nem mondom el újra, és kérem, hogy csinálják meg, nem kérem, majd próbálják ki. Mert nagyon sok a mondani való. Mert a fizikai aktivitás után jön a szellemi aktivitás. És itt van egy kulcsszó, amit nagybetűkkel szeretnék írni. Kapcsolat, kapcsolat és kapcsolat. Tessék, nézzük meg! Ha együtt vagyunk a családban, akkor nincs probléma, összedugjuk a fejünket, gyerekeket is szépen, anélkül, hogy riogatnánk, nem katasztrofizálunk, nem vagyunk pesszimisták, megfogadjuk egymás között, hogy mi nem beszélünk semmi olyanról, ami negatív, hanem fegyelmezetten előre tekintünk. Ez a gondolkodásnak az a bizonyos fordulata, megváltoztatása, ami engedjék meg, hogy azt mondjam, megegyezés kérdéset. Felnőttek vagyunk, a szülők megegyeznek, és a gyerekek felé is közvetítik azt, hogy mi ilyen vészmadárkodó dolgokról nem beszélünk. Az emberek mondanak ezt is, azt is, amazt is, hallunk a rádióba, ezt is, azt is, hallunk a médiába, ezt is, azt is, de mi magunk egy olyan kis közösség vagyunk, hogy itt akármi történik, odakint mi összefogunk és megsegítjük egymást. Tehát akkor pozitív gondolatok, optimizmus, előretekintés. Kettő dolgot nagyon szeretnék kérni. Ha a múltba visszamegyünk, akkor csak a szépre emlékezünk. Tessék félretenni a szomorúságokat. Ráérünk azzal foglalkozni. A másik, amit nagyon szeretnék mondani, hogy előretekintés, jövőretekintés, arról beszélgetni olykor, van persze napi teendő is, de arról beszélgetni, mi lesz majd akkor, hogy megyünk el nyaralni, meg fog változni az életünk, nem baj, mi szeretjük egymást, együtt vagyunk, vigyázunk egymásra, majd hogy lesz az, és szép dolgokról beszélünk, álmodozzunk, és hát itt van a hely most arra, hogy elmondjam, hogy a napi rend az olyan megtartó erő az ember életében, mindenki szépen gyerekekkel is üljünk le, osszuk be, ez a te dolgod, ez az én dolgom, ez a harmadiké, és mindenki meg föl is írjuk szépen, beosztjuk, mikor ki mit csinál. A gyerekeknél könnyű, mert ugye az iskolában megadják a tóliget, mikor mennyis az interneten néz meg, mi a feladatod, mennyit tanuljál, mi a feladat, és akkor így beosztjuk, látják a gyerekek, a szülők is ilyen fegyelmezettek, és ahogy elkezdjük ezt a rendszerezést az életet, ezt a fajta beállítódást, a testünk csupa jó üzenetet kap. Már is az EU stressznél vagyunk, mi az EU stressz? Ugyanúgy fölkészül az izgalmi állapotra a szervezet, csak hogy mi azt mondjuk, na jól van akkor, és már is pozitív gondolatokat hozunk, pozitív lelki tartalmakat, és a, mivel olyan a testünk, mint a szolga, kapja az üzenetet föntről. Most jól vagyunk, ne izguljál, képzeljük el a depressziós, immunszupressziós, a bánatos és szorongó immunverességben szenved, tehát, hogy rossz az immunállapota. Hát, ha mi ezt az okos agyunkkal képesek vagyunk fölfogni, hogy légy szíves és védd magad és családodat, és tegyél be pozitív gondolatokat. Mondd azt, hogyha kesergő pessimista vagy, hogy stop, addig fölfüggesztem ezt, majd átvészeljük, majd ráérünk például családi konfliktusokat is, mondjuk ki, egyezzünk, megszerződjünk le, félretesszük, majd akkor fogjuk megoldogatni, hogyha elmúlik a vész. Most a vészben tartsunk össze. Hát nagyon dióhéjban körülbelül ennyi, világos, amit én szívből tudok üzenni. Teljesen egyértelmű, és nagyon szépen köszönjük. Doktornő drága, egy fontos kérdés itt lenne, itt nagyon sokan rácuppanunk ilyenkor ugye a világhálóra. Az információ kezelés, az hogyan tud nekünk segíteni?
főként úgy, hogy kisűrjük az információkból azt, ami előremutató, és azt ismételjük meg, illetve mondjuk el a családnak, hogy látjátok, tényleg itt ott rossz a helyzet, de hát ez van, ez az okos tudomásul vétel, és nézzünk előre, és amik pozitív hírek, főleg amik tanácsok, üzenetek, okos emberektől mit tegyünk, azt fogadjuk meg. És én tulajdonképpen, ha igazán mindenki szívébe bele tudnék bújni, akkor azt sugnám. Te bármit gondolsz erről a világról, akárhol állsz politikailag, vagy akármicsoda, figyelj, most rólad és az emberiségről van szó. Légy szíves most, rendeld alá magad egységesen, minnyájan, mint a hadi állapotban a vezérkar törvényének, és teljesítjük. Utána majd ráérünk megvitatni, hogy ez jó volt, nem volt, mert most az életünkről van szó. Doktornő, még egy apró kérdésem lehet, hogy hogyan tudjuk azt egyébként túlélni, hogy így össze vagyunk zárva egy család, legtöbbször kis helyen, hogy kibírjuk napokig együtt? Persze, hát ez egy nagyon érdekes lelki reakció, a lombik effektus. Mintha lombikba volnánk, fölfűtődnek az indulatok, a pozitívak is, meg a negatívak is. Ez most a mi felelősségünk. És itt méretik meg a mi emberségünk, hogy fönn vagyunk-e az ember magasán, vagy nem akarom folytatni. Milyenek vagyunk, most ne legyünk alantasak, hanem emelkedjünk föl, és ezt az állapotot, mert ugye két irányba mehet ez a fölfűtött helyzet. A gyűlölködés, veszekedés, összeugrás irányába. Ez az egyik, na hát ezt ne engedjük meg, mert elfajul nagyon, és robbanhat a lombik, hanem a másik irányba, hogy mindig kedvesen, olyan módon, amennyi tőlünk telik, és akkor próbáljunk egy kicsit erőt venni magunkon, és amikor jön egy indulat, ami negatív, akkor mondjuk azt a fejünkbe, stop, ne engedjük, és ne engedjük egymást bántani, heccelni, kritizálni, hanem most emelkedjünk föl a kultúrát, kommunikáció szintjére, mert igenis az ember ezt meg tudja tenni, és vannak kommunikációs tréningek, amik megtanítják, hogy csináljuk ezt. Sajnos most nem tudom elmondani, hogy milyen lépések kellenek, de egy biztos, van egy törvény, hogy ne kritizálj, hanem pozitív megerősítés, szeretet kifejezés. Annyira fantasztikus, mert egyébként meg ez az oldal olyan jól működik, mikor elkezdik próbálni, hogy kedvesen szólni. Meg szinte a gyerekek is úgy meglepődnek, hogy jaj, hát, hogy a papa tényleg, hogy megsimogatja a hátam, hogy odajön, hogy leül mellém, hogy tehát olyan események történhetnek, amik nagyon-nagyon pozitívak a gyerek számára, de nekünk is. Na most vegyük azt, hogy pozitív stressz, tehát immunstimuláns, immunerősítő, az érintés, a puszi, a csók, az ölelés, ezek nagyon fontosak, és a nevetés. A nevetés, nem győzöm elmondani, egy jó kis kacaj, hát kísérletileg igazolták, 20 perc alatt egy romos immunrendszer, depressziósok és akut stresszben lévő kísérletileg nézték. Nagyon jó immunállapotba kerültek, ugye ez könnyen mérhető a nyálnak az immunglobulin tartalmáról. És képzeljék el, hogy ennyire lehet, hát akkor valóban a humoristák világa jött el, akkor rajta ők is segítsenek, és sok legyen a vidámság, a humor, tehát a családon belül is lehet ez. Szeretett kifejezések, humor, nevetés, ezek olyanok, amik rendkívüli jelentőségűek. Doktornő drága, én azt kívánom, hogy tessék belebújni mindannyiunk szívébe, jó? Ja, nagyon megtenném. Köszönjük szépen. Bátorságot kívánok. Van egy gyönyörű kifejezés Bolt Ilichnek, egy jezsuita szerzetesnek az üzenete. Élet bátorság. Hát akkor most mutassuk meg, hogy mi igazán fönn vagyunk. Nemes szívvel az ember magasán. Nagyon szépen köszönjük, doktornő. Vigyázzon magára. Kezit csókolom. Köszönöm. Szép napot. Én is. Dr. Bagdi Emőkét hallottuk. És milyen jó, hogy hallottuk. Nem, hölgyek urak.